Azt mondta, hogy az egyetemek nem ellen drukkerei igazából egy új felsőoktatási törvénynek, hiszen látják, hogy szükség van változásokra. Milyen változtatásokra gondolt? Természetesen a demográfiai változások miatt egyre kevesebb hallgató jelentkezik majd a következőkben az egyetemekre, főiskolákra valószínű kapacitásszűkítéseket kell végrehajtani, és ez nem egy egyszerű dolog. Felvetődhet esetleg az intézmények összevonása, intézmények szűkítése, netán bezárása. Ez egy nagyon fontos és egy nagyon nehéz folyamat. A másik, hogy mindenkinek el kell tudni fogadni, a szélkálmán terve benne is van, hogy a költségvetés az állapota olyan, amilyen, és az ország, a nemzetközi válság olyan indokok, amelyek miatt kevesebb forrás jut a felsőoktatásra, ennek a következményeivel is számolni kell. Tulajdonképpen ezt megalapozva kellene egy versenyképességi javítást, egy minőségjavítást tenni. Ebben persze van ellenmondás is, mert a több pénz lenne, könnyebb lenne a minőségi fejlesztés, a több pénz lenne, könnyebb lenne a versenyképesség. Ez egy nehéz egyensúly, amit meg kell valósítani. A törvény ennek csak egy alap dokumentuma, de nagyon fontos ahhoz, hogy el lesen indulni. Hogyan látja ebben a koncepcióban mi az, ami ön szerint nem jó, amivel nem tud egyetérteni, és mi az, ami viszont úgy gondolja, hogy egy kifejezetten jó irányban változtatna? Kezdeném a jó irányjal, az már, hogy önmagában egy ilyen folyamat elindult, és, és vitatkozunk róla, ez egy, ez egy, fontos momentum. Én azt hiszem, hogy van benne néhány pozitív, elég pozitív elem. Én szerintem egy nagyon jó helyzetelemzésből indul ki, egy nagyon jó probléma indul ki. Ez feltétlenül egy erőssége. Nem biztos, hogy a válaszokban ugyanilyen jó megoldásokat javasol, Többek között például az egyetemi autonómia, felsőoktatási autonómia kérdésében mi a rektori konferenci és hát az egyes intézmények is vitatkoznak jobban hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy önállóan dönthetünk szakokba, szakstruktúrákba, vagyon kérdésekbe, költségvetési kérdésekbe, a, a, személyek kinevezésébe, a mostani koncepció viszont ezt jobban centralizálná. Ez valószínű vitákat fog okozni és generálni. Épp ezt akartam kérdezni, hogy de vitatkoznak róla. Vitatkozunk róla, és, és még ha úgy tetszik, Mondhatom, hogy mind szervezetelméletileg, mind egyébként is, például az, hogy három vezetőt, három miniszter nevez ki egy egyetemre, ez egy meglehetősen három hatalmi pozíció lehet. Rossz esetben a rektor végig küzdheti a gazdasági főigazgatóval, a kincstári főfelügyelővel, és nem biztos, hogy egyességre jutnak. Tehát akkor ezekről nyilván tárgyalnak majd még, ezekről a részletkérdésekről. Így van de például mi a véleménye arról, ami nagyon gyakran és egyre gyakrabban elhangzik, hogy olyan diplomásokat képeznek magyar egyetemeken, akik utána munkanélküliek lesznek, nem fognak tudni állást találni. Folyamatosan nő ugye a munkát kereső embereken belül az ő arányuk. Tehát ön szerint ezen például hogyan lehetne változtatni? Én köszönöm szépen ezt a kérdést, mert ez egy, ez egy kifejezetten általánosító vélemény, amikor is van 2-3 százalék, 3,1 százalék munkanélküli a felsőoktatásból kikerülőkbe, a Magyarország 11 százaléka szemben. Tehát halál biztos, ha valaki elvégez egy felsőoktatási intézményt, biztosabban keres munkát. Na most, hogy persze munkanélküleket gyártunk, nem igaz. Különböző színvonalúak az intézmények, és különböző színvonal az igény, mint a világon bárhol. Ezért tetszik az nekem például, hogy bizonyos kutató egyetemi státuszokat meg lehet szerezni, a legjobb egyetemek kutató egyetemi státuszokat szereznek, de más főiskolákon is lehet másokat is tanítani, akik keresletterendeznek rendelkeznek a felsőoktatás iránt. Tehát nem lehet azt mondani, hogy vannak gyengébb és jobb intézmények ettől, a teljes felsőoktatást szervezzük át. Amit ő most mondott, abból arra lehet következni, hogy akkor talán az lehet, amit itt érzékelnek, hogy ahhoz képest, hogy mennyire, mennyi volt a friss diplomás munkanélkülek száma, ahhoz képest nőtt, de mi a helyzet például önöknél, a Corvinuson, tehát ezt, tudják-e, figyelik-e, hogy az ott végzettek, hány százaléka tud azonnal elhelyezkedni, mi a helyzet önöknél? Tudjuk és figyeljük, és nagyon magas az az arány, általában 3-6 hónap ami az elhelyezkedésre szolgál, de nagyon sokan már a harmadik, negyedik, ötödik évben is dolgoznak, tehát megvan már lényegében megvan a munkahelyük. Mi ebből a szempontból tényleg egy, egy jó helyzetben vagyunk, egy keresett intézmény vagyunk a diploma, itthon is és nemzetközileg is elismert. Ilyen szempontból nem lehet általánosítani. De még egyszer mondom, sok jó egyetem van Magyarországon, akiknek a diplomája elismert és természetesen, hogy vannak gyengébb hallgatók, és vannak gyengébb intézmények is, de ezeknek is találkozni kell. Kapacitás szűkítés, ugye ezt a szót használta beszélgetésünk elején, tulajdonképpen arról beszélt, hogy, hogy elképzelhető, hogy túl kínálat van karokban, szakokban, hogyha én ezt jól értettem. A Corvinus Egyetemmel mi a helyzet? Hiszen lehetett ilyen híreket hallani korábban, hogy lesz-e Corvinus Egyetem? A Corvinus Egyetem Mindenféle érték elkerülése véget egy integrált egyetem. A Kertészettudomány és Élelmiszeripari Egyetemmel egyesültünk 2003-ban. Önkéntes integráció vagyis a régi közgáz és a régi kertészeti egyetem együtt van most, és Corvinus Egyetemmi alakult át. Tehát mi bizonyos szempontból, ha úgy tetszik, megelőztük a korunkat, vagy nem kényszerből integrálódtunk, mint nagyon sok más intézmény, ilyen szempontból próbáljuk az önállóságunkat egy picit védeni, hiszen így értük el az eredményeinket, így értük el az ismertségünket, így értük el a nagy hallgatói jelentkezést, és úgy érezzük, hogy itthon is és külföldön is így ismernek bennünket. A Kormisza Egyetem nem integráció ellenes, számtalan olyan szövetségnek és egyébnek volt a tagja, vagy javaslatot tett rá, ami, ami vagy elhalt, vagy sikeres lett, de önmagában nem vagyunk az integráció vagy az átszervezés ellen, úgy érezzük viszont, hogy most olyan eredményeket értünk el, amit így tudnánk megőrizni. Még egy nagyon fontos momentum, hogy, hogy mennyire integrált intézmény vagyunk, ezeknek most csúcsosodnak ki például a kutatásokban. A kutatásokban, amikor sikerült végül is egy. Európai és hazai támogatással, mintegy két és fél milliárdot nyerni kutatásokra és kutatás feltételek megteremtésére. és tudtunk öt olyan alprojektet kialakítani, ahol a különböző karok, a különböző kampuszok, a különböző intézetek együtt dolgoznak. Furcsának tűnhet, de mondjuk a marketing és a élelmiszer tudományi kar a marketing intézet is például együtt dolgozhat, vagy a kertészettudományi karral a borász, a bormarketing témában, tehát ez egy nagyon fontos momentum. Ennek a folyamatnak már a vége felé vagyunk, és hamarosan egy, egy nagy konferenciával, egy nagy mérföldkőt követ fogunk elérni, amikor is nagyon komoly kínai és európai vendégek meghívásával novemberbe fogunk egy nagy konferenciát megrendezni, mégpedig Kína és Európa kapcsolatairól, és a szekciókban pedig az öt alprojekt eredményeiről számolunk be. Ha, ha azt kérném, hogy, hogy hogyan tudná nagyon leegyszerűsíteni, vagy egyszerűen megfogalmazni azt, hogy az öt kutatási területen elért eredmények, hogyan fogják egy átlagembernek az életét javítani, hiszen ha jól tudom, mind az öt területnek ez a célja, hogy jobb legyen a minősége az emberek életének, tehát mit, mit, fog, mit fognak ebből az emberek majd érzékelni? Kezdjük az állam szerepével, mint egy nagyon fontos alprojekt. Az mindennapjainkban ott van az állam, ott vannak a önkormányzatok, ott van az állam és a vállalatok, az állam és az egyén viszonya, minden napunkban a legnagyobb probléma a, a hitelek, a svájci frank hitelek, hogy kezeli az állam a bankokat, milyen szerepe van, vagyis egy nagy kutatási alprojekt. Egyénenként érint bennünket nap mint nap. A következő az élelmiszerlánc, az élelmiszerbiztonság kérdése. Ugye halljuk, amikor leleplezik a romlott húsokat, halljuk, amikor leleplezik a romlott konzerveket, és így tovább. Hát. Ezeket próbálják utadgatni, hogy hogy lehetne például úgy megnézni, hogy romlott-e már a hús a fagyizserbe, vagy ne kelljen az egészet kipakolni. Olyan műszereket és egyebeket gyártanak. Ugye ez is a mindennapjainkat érinti, aztán versenyképesség. Magyarországon versenyképesek vagyunk, versenyképesek vagyunk -e nemzetközileg. Azután uh, itt van a tudásgazdaság. Uh, ebben milyen szerepe van az intézményeknek, az egyetemeknek. Tehát mindegyik egyenként szinte olyan, olyan témakör, ami, ami a napjainkban velünk él, és válaszokat igényel. Kínát említette? Kínával milyen együttműködést szeretnének elérni? Uh, mi egy, egy viszonylag hosszú kínai úton vettünk részt, és a legjobb egyetemeket sikerült meglátogatni, de még mielőtt ezt elkezdtük, az egyetemen öt éve megalakítottuk az úgynevezett kína központot. Több mint 100 hallgatónk tanul kínaiul, természetesen alap szinten, aztán fölfelé, egy picit már kevesebben vannak, de nagyon büszkék vagyunk, hogy 15 ösztöndíjasunk van Kínába, hiszen ugye mivel mi üzleti, közgazdasági, agrár témákban focizunk, bocsánat a kifejezésért, ezért nagyon jó kínai partnereket tudtunk találni, A nálunk van egyébként Magyarországon a legnagyobb kínai kolónia, a hallgatók, akik itt tanulnak, és, és diplomáért tanulnak, vagyis több lábon áll ez a kínai kapcsolat, de azért még nagyon-nagyon a kezdetén tartunk. Most ezen a konferencián a kutatási együttműködésekben szeretnénk elmélyülni. És ha megengedi a végére egy kicsit az ön szemével kapcsolatos kérdés, ugye az év végén lejár a rektori megbizatása, nyolc évig volt az egyetem rektora, hogyan értékeli ezt a nyolc évet? Mi az, amit meg tudott valósítani, amit akart, és mi az, amit nem? Hát hosszá lehetne mind a kettőt sorolni, de én, én azt hiszem egy szerencsés ember vagyok, hiszen én egy építkezési periódusba vettem át a rektorságot, és ezt tudtam folytatni. Ekkor vezettük be a bolonyarendszert, rendszert, Gyönyörűen rendbe hoztuk a főépületet, új épületet, kollégiumokat, tehát egy építési infrastruktúrában is sokat fejlődtünk, nyertünk egy sor pályázatot, jelentős összegek állnak rendelkezésre a kutatási feltételek megteremtésére, vagyis én építkeztem. Nem sikerült természetesen mindent bevezetni, egy kicsit bonyolult az oktatási rendszerünk nálunk is, a hallgatói szolgáltatásokban lehetne még továbbra is előrelépni, és én azt hiszem, hogy a, a publikációk nemzetközi kutatási kapcsolatok, ezek azok, amit stratégiailag tovább kell erősíteni, de ez már az utódom feladata lesz. De ön is marad az egyetemen. Maradok, igen, és hát árgus szemekkel figyelni, hogy mi történik az egyetemmel, hiszen az én egyetemem. Mészáros Tamás, köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseinkre. Én is köszönöm szépen.